Nagy meglepetés érte a nézőket Mikulás napján a Jókai Színház gyermekelőadásán. A három kismalac című mese végén maga a nagyszakálló jelent meg, méghozzá nem egyedül. Manócska és Krampusz kísérte, segítette az ajándékosztásban. A gyerekek pedig, ki megilletődve, ki bátran, ki cserfesen, szinte ellepték a lapföldről érkezett bőkezű vendéget. Peti nem először találkozott a Mikulással a színházban. Majdnem minden éven eljövünk. És minden éven nagyon várom ezt a napot. Nagyon jó volt, hát legjobban az előadásban a Farkas tetszett, mert neki volt egy iszidiszis gitárja. És csak az nem tetszett, hogy nem tudta elfújni a házat. A gyerekeknek ezen a napon kétszeres élményben volt részük. Nem csak a Mikulással találkoztak, hanem láttak egy kiváló és vidám mese előadást is, amelyen jól szórakoztak. Azt tetszett a legjobban, amikor építették a házakat. Salmából, téglából és fából. Amikor a szünet előtt volt a farkas. Hogy ilyen, meg a tűz is, meg mindenféle. A Mikulásnak versekkel, dalokkal kedveskedtek az apróságok. Hull a pejhes fehér hó, jöjj el hozzánk télapó. Minden gyerek várna lát, vidám ének hangja száll. Akihez pedig véletlenül nem érkezett volna meg a Mikulás ajándéka december 5-én vagy 6-án, személyesen találkozhatott a nagyszakállóval és kísérőivel, az angyallal és a Krampusszal hétfőn délelőtt a városi buszok valamelyikén. Ezt a hagyományt szeretnénk megőrizni minden évben. Tavaly Érsekújvárban volt a Mikulás, ebben az évben Komáromba. Szaloncukrokat osztogatunk a gyerekeknek, úgy a felnőtteknek is. A felnőttek is nagyon örülnek, ha kapnak egy kis Mikulás ajándékot. Gonde Kimike nagyon szeretett volna találkozni a Mikulással, így édesanyja ehhez az eseményhez igazította napjukat. Pár napja a Mikulás keresztjük egész városban, úgyhogy nekünk nagyon tetszik, ugye? Az újságban olvastuk, hogy Mikulás fog járni máma a buszokon, és mivel a kisfiunknak nagyon tetszik a Mikulás, most van második Mikulásunk, ezért úgy gondoltunk, hogy elmegyünk a dédikéhez Mikulás megnézni a buszon. A gyerekek és a felnőttek szinte kivétel nélkül örültek a Mikulással való találkozásnak, hiszen annak ellenére, hogy az éleple alatt mindenki csizmájába eljutatta az édes ajándékot, a személyes találkozás mégiscsak más. Közvetlenebb, vidámabb, mondhatni hab a Mikulás tortán.